Jó estét kívánok, nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm a Karcag Televízió minden kedves nézőjét. Önök most a Nagykunsági Krónika című közéleti magazin műsorunkat látják. Kérem, tekintsék meg most következő műsorajánlónkat. Kedves nézőink, most Aktuális Kérdések című heti magazin műsorunk következik. Mai vendégünk dr. Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszter úr, akivel értékeljük a 2012-es esztendőt. Köszöntöm kedves nézőinket, pillanatok alatt eltelt a 2012-es esztendő is. Ilyenkor hagyomány nálunk a Karcag Televízióban, hogy meghívott vendégeinkkel évvégi mérleget készítünk, évértékelő interjút készítünk. Mai vendégünk dr. Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszter, akit szeretettel köszöntök stúdiónkban. Örülök, hogy elfogadta meghívásunkat. Szeretettel köszöntöm én is a kedves tévénézőket, és örülök annak, hogy számot adhatok egy igazán mozgalmas esztendőről. Miniszter úr, ez az év nem telt el úgy, hogy szinte nem volt olyan nap vagy olyan hét, hogy ne adtak volna hírt a Vidékfejlesztési Minisztérium házatájáról. Hogyan értékeli az eltelt esztendőt, melyek voltak a legfontosabb feladatok? A magyar mezőgazdaságnak egy nagyon küzdelmes éve volt a 2012-es. Ezt láthatjuk mi is, akik itt Karcagon élünk, hiszen rendkívüli aszály volt, 100 év óta nem volt ilyen szárazság, és ez bizony próbára tett mindenkit, a mezőgazdaságot különösen, és a termést is sokkal jobban meg kellett küzdeni, mint korábban. Magas árak alakultak ki, nehéz helyzetbe került a jószágtartás, állattartás, gyors agrártámogatásokkal tudtunk segíteni, hatékony intézkedésekkel, hogy ezt a nehéz évet sikerüljön átvészelni. Ez volt a dolognak az egyik oldala, de vannak kedvező fejlemények is, hiszen a magyar termékekre vonatkozó szabályozás, a Hungarikum törvény megszületett. Ez lehetővé teszi azt, hogy a magyar élelmiszert jól láthatóan elkülönítsük attól, ami nem ebbe a kategóriába tartozik. És ha már a termelésről beszéltünk, azt el kell mondani, hogy bár az év nehéz volt, de mégis 5%-kal tudtuk növelni a magyar élelmiszerek arányát a belső piacon. Egy 75% volt korábban ez az arány, most ezt 80%-ra tudtuk emelni, és ebben nagy szerepe van azoknak a piacvédő, piacra jutás segítő intézkedéseknek is, amiket megtettünk. Itt elég a dinnye kampányra gondolni, az almával kapcsolatos kampányra, vagy akár most a halra vonatkozó marketingre gondolni, mind azt a célt szolgálja, hogy több magyar termék legyen a piacokon, és a magyar emberek ezeket vásárolják. És én annak is örülök, hogy a helyi termelés, helyi értékesítés kapcsán új pályázatokat hirdettünk, meg élelmiszeripari pályázatokat itt a városban és környékén is két vágópont tud így beindulni, ez a feldolgozottsági szintet emeli. Azzal is haladtunk, hogy minden négyzetmétert műveljünk meg, hiszen a legszebb konyhakert pályázat pontosan Karcagról indult, ez a mozgalom lehetővé teszi azt, hogy ráirányítsuk a figyelmet arra, hogy tényleg a portáknál, a családi házaknál lévő területeket is műveljük meg, és egy másik vonatkozás a start munka, ahol több tízezren dolgoznak önkormányzati alkalmazásban, kertészetekben, szántóföldön termelnek, és ezáltal jó minőségű élelmiszerhez juttatják a helyi konyhákat, helyi közösségeket. Tehát ezek mind-mind olyan programok, amelyek azt a célt szolgálják, hogy növeljük a mezőgazdasági termelést, és az asszály ugyan próbára tett bennünket, ez az idei év, ez 2012-es, ez már ebből a szempontból lezártnak tekinthető, egy közepes szintű esztendő volt, nagyon nagy küzdelemmel, de bízom benne, hogy a jövő év az eredményesebb lesz. Mely intézkedésre a legbüszkébb, amelyet véghez vittek? Melyiknek van a legnagyobb jelentősége?
Ez egy jó kérdés, mert én nem szoktam így differenciálni. A leghosszabb távú a hungarikum törvény. Azokat a nemzeti értékeinket tudjuk föllátározni, amelyek igazán fontosak a magyarság értékeit, kreativitását, ötletességét jelenítik meg. A hungarikum bizottság megkezdte a működését, a nemzetközi védelmet élvező javakat már be tudtuk vonni abba a körbe, ami hungarikumnak tekinthető, és hamarosan a többi munkát is elkezdjük, illetve elindítjuk, hiszen megyei és települési szinten is szükség van a hungarikumoknak a föllátározásra. Ez szerintem a legfontosabb, leghosszabb távú. Ami ilyen konkrét és rövid távú dolog, az a dinnyágazatnak a megmentése volt szerintem. Tavaly kezdtük el azt a feltételrendszert kidolgozni, ami segített, hogy talpon maradjon az ágazat, és hát olyan importnyomás volt, olyan rossz helyzet volt, hogy már ebben az évben nem is lett volna szerintem dinnyetermelés Magyarországon, mégis sikerült elérni az, hogy növekedett a termőterület, és jövőre erre az alapra már egy nagyobb teljesítményt is rá lehet rakni. Ugyanakkor vannak olyan területek, én ezekre büszke vagyok, hogy sikert értünk el, vannak olyan területek, ahol még komoly küzdelem vár ránk, hiszen a jószágtartásnál, különösen a sertés ágazatnál sok gond van. Itt a fordított áfa bevezetésével, a sertés programmal, amely most indul, eredményt tudunk elérni. De van egy másik dolog is, amit még ide a dobogó közelébe, a gondok mellette, az eredményekhez tudok sorolni, az a tanya program. 2 év van már mögöttünk, és jó pár száz olyan nyertes pályázat, ahol tanyasi gazdaságok fejlesztése, tanyasi termékek piacra jutása eredményesen szerepelt, és én arra buzdítok mindenkit, karcagi tanyai tulajdonosok, tanyán élők is tudnak pályázni ebben a programban, hogy éljünk ezzel a lehetőséggel, hiszen 2013-ban újra kiírjuk a tanya programot. Nem lebecsülendő dolog a tanya program, hiszen a magyar történelmet, ha megnézzük az elmúlt évtizedekben, általában a tanyáknak a felszámolása és a lebontása volt napirenden, Karcagon is több száz tanyát bontottak le, míg ha megnézzük, Ausztriában kis kastélyhoz hasonlóak már ezek a tanyák, olyan jó körülmények között élnek a vidéki emberek. A mi célunk is az, hogy ezt elérjük, és ezért van a tanyaprogram. A földpályázatok kapcsán az ellenzék folyamatosan támadta a kormányt. Milyen visszajelzéseket kaptak a gazdálkodóktól ennek kapcsán? Hát közel 30 ezer hektáron hirdettünk eredményt, 1300 gazdálkodó nyert eddig, és folytatjuk a programot. Folytatjuk, mert én több tucat gazdafórumon jártam, de igazából mindenhol elégedettek voltak ezzel a pályázattal, hiszen plusz földhöz jutnak a gazdák. Ezen a területen korábban 100-200 földbérlő volt, és ezhez képes vannak most 1300-an. Nyilván vannak olyan helyek, ahol az eredménnyel elégedetlenek. Egy pályázatnál mindig van, aki a nem nyert kategóriába tartozik, de én bízom benne, hogy további felszabaduló területekkel az ő földhöz jutásuk is megoldható. A politika erősítette fel ezeket a véleményeket, a ellentétes véleményeket, hiszen ha megnézzük, jól körülhatárolható néhány tucatnyi panaszra szűkül a vita. A másik közel 1300 pályázati helyen nincsen különösebb probléma. Én biztos vagyok abban, hogy a pályázat az a következő fordulóban is eredményes lesz, és ott is lesznek majd viták. De abból a célból mi nem engedünk, hogy valamennyi felszabaduló állami területet a helyben lakó gazdák részére átadjuk. Állattartást vállalnak, foglalkoztatást vállalnak ezen keresztül, és a megélhetésüket ott helybe meg tudjuk oldani. Minél több családot szeretnénk helyzetbe hozni. És ha megnézzük a számokat, hogy mekkora területeket nyertek, hát az átlag terület méret 30 hektár körül van, és a területek 87%-a 100 hektáros vagy annál kisebb táblák formájában van a pályázati rendszerben. Szó sincs arról, hogy itt, ahogy elhangzott, a latifundiumok alakulnának ki, vagy oligarchák nyernének. Igazából senki sem tudott mondani egyetlen nagy földbirtokos sem, aki akár indult volna, vagy nyert volna pályázatokon. A Vidékfejlesztési Minisztérium egy korábbi államtitkára, Ángyán József, nagy politikai vihart kavart a zöldbárókat vizionáló nyilatkozataival. Erről mi a véleménye? A Fidesz frakcióban is vannak viták, bár talán szerencsésebb lenne, hogyha az nem a médiában, hanem elsősorban a frakcióban folyna. A képviselő úr a frakcióüléseken még soha nem vetette fel ezeket a problémákat, és én máshogy látom ezt a kérdést.
meggyőződésem, természetesen Magyarországon vannak nagy birtokok, de ezek nem oligarchák, nem latifundiumokként írhatóak le. Közepes és nagyterületű birtokok is vannak, de messze nem olyan nagyok, mint a több tízezer hektáros amerikai birtokok. Tehát ez szerintem egy téves összehasonlítás. És azt, hogy a politikára milyen befolyása lenne bármely szereplőnek, aki ebbe a ilyen nagybirtokosi körbe tartozik, az erősen megkérdőjelezhető. Magyarországnak van kormánya, van vidékfejlesztési minisztérium, és én vagyok a miniszter. És azokra a kérdésekről, amelyekről nyilatkozom, azokról mi is döntünk. Nincs arról szó, hogy valaki fogná a tollát a kormányfőnek, vagy nekem, és így tovább. Nyilvánvaló, hogy ki a saját világlátása szerint ítéli meg ezeket a dolgokat. Én nekem meggyőződésem, hogy Magyarországon a mezőgazdaságban mindenkire szükség van. Kicsire, közepesre és nagyra egyaránt. Túl sok veszteséget szenvedett el már a mezőgazdaság ahhoz, hogy lebontjuk azt, ami megmarad belőle, nekünk építkeznünk kell, és persze lehet, hogy valakinek tetszik az egyik földtulajdonos, lehet, hogy valakinek nem, de ezt el kell vonatkoztatni a szubjektív megítés, el kell vonatkoztatni attól a környezettől, amely körbevesz bennünket, az adottságok vannak. Én a földtörvény parlamenti vitában, és ez egy másik fontos téma, elmondtam, hogy ha rajtam múlna, nem lenne Magyarországon egyetlen nagy birtok sem. No, de van. Nagy birtok 1100 év óta van Magyarországon. A létével nem számolni, az szerintem tévútra visz bennünket. Természetesen a vitákat le kell folytatni, ennek megvannak a keretei, de én akkor is, hogy úgy mondjam, egy konszolidált vitának vagyok a híve, ahol az érzelmek nem helyettesítik az érveket. Elindították a Vidék Mustrát 2012-ben. Hogyan látja, mennyire volt sikeres, látogatott ez a termelői piac, lesz-e folytatás? A Vidék Mustra a Vidékfejlesztési Minisztérium árkádjai alatt húzódik meg, és én úgy látom, hogy sikeres, mert néha alig tudok bemenni a munkahelyemre, olyan sokan vannak. És a célunk az volt, hogy a vidék legjobb termékeit a fővárosba, ahol azért van kereslet, a ott lakók és a turisták számára hozzáférhetővé tegyük. Olyan élelmiszerek kerültek elő, amelyeknek a létezéséről legfeljebb milyen régi szakácskönyvekbe lehetett olvasni, például olyan sajtfélék, tejtermékek, tésztafélék, ami tényleg a magyar konyhának a legjavát mutatja. Más helyeken is vannak gazdapiacok. És ami lehetővé tette, hogy ilyen kéztermékek legyenek, kézműves élelmiszerek, az a helyi feldolgozásról szóló rendelet, ezt 2010-ben az egyik első intézkedésem volt, hogy ezt a rendeletet aláírtam, aminek a lényeg az, hogy ha valaki termel alapanyagot, mezőgazdasági javakat, akkor fel tudja dolgozni, és ő maga, a termelő tudja eladni, mondjuk egy kézműves sajtot. És ez a lehetőség a nyugati termelők számára adott volt rendelkezésre állt, a magyar termelő, akinek nem volt ilyen lehetősége, elzárták tulajdonképpen a belső piacot. A Vidék Mustrán és a többi ilyen gazdapiacon is ezek a kéztermékek jelennek meg. Kolbászok, lekvárok és így tovább, száraz tészta, sütemények, és én láttam azt, hogy Karcagról is vannak már néhányan, akik ezeket az ennivalókat készítik, láttam lekvárokat, ivólemeket és így tovább. Minél többre lenne szükség, és egy ilyen méretű városban is, mint Karcag, 100-200 helyi kézműves élelmiszer előállító is tudna boldogulni, hiszen ma a élelmiszerek jelentős része nagy marketekből, nagy feldolgozóktól érkezik. És a kicsik versenyképesek, látszik az árakban is, mondjuk egy sajtban, egy tejtermékben, nagy feldolgozókkal. Friss áruban pedig különösen. Én mindenképpen szeretném azt, és ezt még most mondom első alkalommal, hogy jövőre indítanunk kell egy olyan mozgalmat, hogy a nulla kilométeres árut vásároljuk meg, mondjuk egy zöldségnél, azt, ami helyben termett, nem azt, amit mondjuk már beszállítottak egy logisztikai bázisot, hűtötték, fagyasztották, tartósították, aztán visszahozzák, és ugye már megtett 500 kilométert, még persze lehet, hogy frissnek tűnik, de a valóságban már végigjárta a fél országot. A nulla kilométeres zöldség, gyümölcs, más élelmiszerek is sokkal egészségesebbek, nem igényelnek tartósítást, nem rászkodnak és így tovább. Nem szállítják, nem fő ott valahol, hanem az igazi friss áru. Tehát nekünk ebbe az irányba kell elmozdulni, és ez lehetővé teszi azt, hogy amit helybe termelnek, azt helyben meg is vásároljuk. Biztos, hogy ennek itt Karcagon is nagy kereslete lesz, hogyha ez tehát nyilvánosságra fog kerülni. Tegnap Tiszafüreden miniszter úr halászlevet főzött a halételfogyasztást népszerűsítendően. Hogyan látja, miniszter úr, mi ennek a célja ennek a tegnapi rendezvénynek?
Hát én nagyon szeretem a halászlevet, és nálunk gyakori étel, sok halat eszünk, legalábbis magyar viszonyokhoz képest. Ezért is tartottam fontosnak, hogy a halételeket, magát a haltartást népszerűsítsem. Igazából, hogyha én bármikor egy ilyen halászcsáda vagy étterem környékén járok, én bemegyek, akkor én csak halászlevet eszem. Tehát én más nem szoktam így kérni, és ezzel nem is vagyok egyedül a családban, mert ahogy elnéztem, édesapám is nagyon szereti. És szerintem sokan is vagyunk, akik az igazi finom halételeket szeretjük, de általában csak bizonyos időszakokban fogyaszt a magyar ember halat. Pedig a halászét tényleg az országnak is az egyik jelképe. Ehhez képest, ha végig gondoljuk, hogy hányszor kerül az asztalra egy évben, hát biztos, hogy általában egyik kezünkön meg tudjuk számolni. És itt van a problémának a lényege, hogy Magyarországon a halfogyasztás 4,2-4,5 kiló körül van fejenként. Az egész Európai Unióban egy ország van mögöttünk. Tehát ahhoz képest, hogy milyen jó ételeket lehet csinálni a halból, minimálisat fogyasztunk. És ez megjelenik abban, hogy mondjuk a halászat, mint ágazat is kicsi, mert hogyha nagyobb lenne a fogyasztás, többen tudnának megélni belőle, és halastavaink vannak, nyílt vizeink vannak, a halastavakat lehetne növelni is, hiszen vannak olyan gyenge minőségű termőföldek, vízjárta helyek, amelyek erre ideálisak. És mi azáltal akarjuk segíteni az ágazatot, hogy egy reklámkampányt indítottunk most, hogy minél több magyar halat vásároljunk. Erre buzdítok most is egyébként mindenkit. Ez az ágazat, ez mintegy 2 milliárd forint éves támogatásban részesül az Európai Uniótól, és mi el tudjuk kérni azt, hogy a következő uniós 7 éves tervezési időszakban még több forráshoz jusson, így több munkahelyet tudunk teremteni, és a hal árát is befolyásolja ezt, hiszen az agrártámogatásokat tulajdonképpen a fogyasztó élvezi, és én bízom benne, hogy továbbra is méltányos megfizethető áron lehet hozzájutni a halhoz. Itt még van egy plusz dolog, mert az egyéni megoldásoknak mindig megvan a maguk jelentősége, és persze a hal az nem is a legolcsóbb ételek közé tartozik. De vannak ma már olyan korszerű haltartási technikák, ahol a háztáj, ház körüli gyakorlatilag haltartásra is van lehetőség. Ma Magyarországon több ezer olyan kis néhány tucat köbméteres minitó van, kis tároló, csapadékvíztároló, amibe lehet halat telepíteni, meg ilyeneket lehet létesíteni is. Most egy ilyen programnak az előkészítése is folyik, ami lehetővé teszi azt, hogy egy család a rendelkezés álló területen, mondjuk a kertjébe, egy nagyobb kertbe, egy nagyobb udvaron létre tud hozni egy ilyen haltartó helyet, egy kis minitavat, akkor onnan el tudja magát látni, sőt lehet, hogy a piacra is tud belőle értékesíteni. Mert egyébként a hal iránti érdeklődés az megvan, hát 500 000 horgász van az országban, ez azért nem lehet véletlen, de még itt komoly lehetőség van előttünk a fejlődésben. Beszéltünk most a hal kampányról, mert gyakorlatilag ezt is tekinthetjük annak. Ugye ebben az évben már érintőlegesen beszéltünk róla, hogy volt egy alma kampány, egy dinnye kampány. Mi várható a közeljövőben még? Hát most már az év vége közeledik. Én bízom benne, hogy a gazdapiacokon az ilyenkor népszerű termékek iránt komoly kereslet lesz. Az egyik a fenyőfa, ami nélkül karácsony elképzelhetetlen, és hát a karácsony, mint étkezés nem csak a halról szólt, azért még a vízi szárnyosoknak, vagy a disznótorosnak is megvan a jelentősége. A jövő évben nagyon fontos programunk lesz a most indult konyhakerti megmozdulás, és én úgy látom, hogy szépen terjed országszerte, illetve a háztáji gazdálkodásnak az elősegítése. És itt álljunk meg egy pillanat, hiszen ez nagyon fontos, és Karcagon is lényeges terület volt. A háztáji gazdálkodás az egyik feltételt megteremtettük, mert az állattartási szabályokat enyhítettük, tehát lehet jószágot tartani, nyilván megfelelő körülmények között. A másik oldala, hogy legyen olyan felvásárló, integráló szervezet, aki megszervezi a háztáiba termelőket, és amit előállítanak, hogy felnevelnek állatot, azt megvásárolja, elviszi tőlük, kifizeti, és így tovább, megbízhatóan kifizeti. Ehhez a földtörvény elfogadása is szükséges, és kell hozzá egy integrációs törvény is, hiszen ezt integrációnak nevezhetjük tulajdonképpen a háztáji gazdaságnak az összefogását, az agrártermelők összefogását önkéntes alapon, megszervezését, de egy olyan szervezetrendszeren keresztül, olyan cégeken, vállalkozásokon keresztül, akik ezt vállalják. Tehát ennek a kidolgozása is a jövő évnek a témája, de előtte le kell zárnunk a földtörvénynek a vitáját, ezt a társadalmi vitát még május környékén indítottuk, a parlament előtt van a tervezet. Mikorra várható?
Hát most alkotmánymódosítása kétharmados lesz. Emiatt jövő év február-március környékére tudjuk lezárni a vitát, ami egyébként elég élénk, és ez helyes, és felszírozta a legkülönbözőbb nézeteket a földdel kapcsolatban, de a fő célok azok egyértelműek, magyar tulajdonban kell, hogy maradjon a föld, és magyar földművesek lehetnek azok, akik megvásárolják a földet, nekik lehet olyan jókat adnunk, amely által a termelés folyamatos lesz, és a megélhetésüket is biztosnak tudhatják. Ma délelőtt a Dériné Kulturális Központban a választókerület 5000 fő alatti lakosság számú települések polgármestereivel egy konzultációt tartott miniszter úr. Mire számíthatnak ezek a települések az adósságrendezés kapcsán? Magyarország első adósságrendezési eljárása folyik, és 100%-át az adósságaiknak az állam átvállalja. Olyan kormánydöntést hoztunk, ami ezeket a kis településeket mentesíti a terhek alól, és így új perspektíva nyílik meg számukra a település fejlesztésben. Áttekintettük az elképzeléseiket is, hogy mit szeretnének, és én úgy látom, hogy ezek reális dolgok. Sok elképzelés van termelésről, startmunkában, foglalkoztatásról, energia, növények termeléséről, illetve olyan fejlesztésekről, amelyek Karcagot is érintik, hiszen akár egy beregfürdői termálfejlesztés, vagy egy abátszalóki strandfejlesztési program Karcagra is közvetlen hatással van. Én azért is tartottam fontosnak, hogy így együtt legyünk, hogy a városok és falvak közötti információ áramlás is jó legyen, mert ezzel néha vannak gondok, és hát gyakran persze konkurensnek is tekintik egymást a települések, miközben a jó megoldásokat meg átveszik egyik a másiktól. Szerintem egy együttműködés ki tud itt alakulni, ez volt az első lépés, és kifejezetten jó és ünnepi hangulatban zajlott, hiszen hatalmas terhek alól mentesülnek az érintettek. Mit lehet tudnunk arról, Karcag hogyan részesül majd ebből az adósságátvállalásból, százalékban mérve? Karcag új fejlesztési lehetőségekre kap majd perspektívát. Karcag számára is az adósságrendezés nagyon kedvező fordulattal kecsegtet, hiszen az én információim szerint 70%-át az adósságnak tulajdonképpen a vállamát tudja vállalni. Tehát ez egy nagy könnyebbség lesz, és én biztos vagyok abban, hogy a Karcag önkormányzat ezzel a lehetőséggel is tud élni, illetve a többi település fejlesztési lehetőséggel, hiszen most, ha a városba érkezünk, azért látszik, hogy nagyon sok helyen vannak munkák, felüljáró épül, aluljáró épül, az ipari parkban megkezdődtek a beruházás előkészítő munkák egy jövő évi nagy munkahelyteremtő programhoz, egy elektronikai hulladékbontóhoz, a strandfürdő beruházás is hamarosan reményeim szerint jövő év első fél évben el fog készülni, és jó néhány olyan intézményi fejlesztés, felújítás is van, amire már régen szükség lett volna, most a feltételeket eredményesen tudta a város összeállítani. A kórházi nagyberuházás pedig tulajdonképpen most ért véget, hiszen ott a CT-be üzemelésével egy évtizedes igényt sikerült megoldani, és más diagnosztikai fejlesztések is megtörténtek. Én úgy látom, hogy ez már eddig is rengeteget dolgozó önkormányzat számára egy újabb nagy távlat nyílik meg, amelybe természetesen Varga Mihály minisztertársammal segítjük Karcagot, hiszen itt élek, itt élünk, és nagyon fontos számunkra az, hogy a gazdaság fejlesztésben lévő lehetőségekkel a város tudjon élni. Ez az is kell, hogy legyen mozgástér. És amikor valaki egy adósság teher alatt görnyed, akkor nem nagyon tud mozogni. Az volt a kormányzati logika, hogy először az államot próbáljuk olyan helyzetbe hozni, hogy kicsit kihúzza magát az adósságok alól, a magánszemélyek, az emberek számára is jó néhány lehetőség nyílt a devizahitel kapcsán, és most az önkormányzatok vannak soron. Ezt meg kell tennünk, mert máshogy az ország fejlődés az reménytelen helyzetbe kerül, az ország fejlesztése előtt nem lesznek perspektívák. Most ez egy olyan konkrét program, ami példaszerű, és szerintem meg is lepte az érintetteket. Egy másik ilyen program egyébként a közműárak 10%-os csökkentése, amire többen mondták azt, hogy ez hihetetlen, hogy ezt hogy lehet megcsinálni. Ez nagy könnyebbség ez. Nagy könnyebbség, arra kíváncsiak, és én megnyugtatok mindenkit, hogy meg tudjuk csinálni. Olyan szakértőkből álló bizottság alakul, amely a gyakorlati kivitelezésben is a legjobbat tudja nyújtani. Lépésről lépésre tudjuk ezeket a terheket könnyíteni, és így Magyarország egy erősödő gazdasággal, egy növekedési pályán mozgó gazdasággal tud a 2013-as évben szerepelni.
Miniszter úr, néhány nap is itt a karácsony, hogyan tölti az ünnepeket? Egy Karcagon családi körben leszünk, ilyenkor mindig összegyűlik a család, és hát várjuk az ünnepet. Én is már nagyon várom, elég hajtós az év vége, szerintem mindenkinek. Egy kis hó jó lenne, és csendes, békés, ünnepi környezet. Biztos vagyok abban, hogy az év vége az egész év szempontjából pihenést és kellemes időtöltéssel majd mindenkinek. Mit kíván a jövő évre, milyen évünk legyen? 2013 előtt vagyunk, és ilyenkor az emberben sokféle elképzelés megfogalmazódik. Nagyon nagy szükségünk van arra, hogy egy jó mezőgazdasági évünk legyen, hiszen Magyarország helyzete, sorsa azért mégiscsak a vidéken, a mezőgazdaságon múlik. És aki esetleg nem is közvetlenül az agráriumhoz kötődik, annak a lelki állapotát, a hangulatát is befolyásolja az, hogy milyen a határ, hogy tudnak gazdálkodni a termelők, milyen ennivalók kerülnek az asztalra. Én bízom benne, hogy a jövő évben jó termésünk lesz, és sok finom, megbízható kézműves élelmiszer kerül az asztalokra, kolbászok, húsáruk, sajtok, édességek, mézek, lekvárok, szörpök, és így tovább, és hogy ezek a mindennapokban is egyre inkább megjelennek. És én bízom abban is, hogy ha a mezőgazdasági év eredményes lesz, akkor valamennyiünknek a hangulatát ez pozitívan befolyásolja, és azokkal a gyakran megrázkódtató körülményekkel meg tudunk birkozni, amelyek bizony a gazdasági válság és az állam átalakítása kapcsán, átszervezése kapcsán fölmerültek, és fölmerülnek a jövőben is. Dolgos hétköznapokra számítok, és emelkedett ünnepnapokra, és kívánok a televízió valamennyi kedves nézőjének, valamennyi karcagi polgárnak áldott békés karácsonyt és boldog új esztendőt. Köszönjük, miniszter úr, hogy eljött hozzánk, békés karácsonyt kívánunk és boldog új évet. Köszönjük, hogy itt volt. Köszönöm szépen. Kedves nézőink, már megköszönöm figyelmüket. Kedves nézőink, most karcagi híreink következnek, melyben összefoglaljuk önöknek a városunkban az elmúlt napokban történt fontosabb és érdekesebb eseményeket. Köszöntöm nézőinket, itt vagyunk a Dérinék Kulturális Központban, és mögöttünk már a gyerekek nagyban alkotnak, hiszen adventi kézműves játszóház van. Sótini Szatmáni Dórával, a közművelési csoportvezetővel beszélgetünk. Épp az előbb beszéltük, hogy egy kicsit lehetett volna kegyesebb az időjárás, hiszen egy kis hóesésnek jobban örültünk volna, mint ennek a jeges esőnek, de reméljük azért sok kisgyermek eljön. Mi mindent tudnak itt ma csinálni délután? Hát ha alulról kezdjük, tehát a földszintről indulunk fölfelé, akkor rögtön a földszinti klubteremben egy ilyen mozgásos játékokkal készültünk a gyerekeknek, mert az a tapasztalat, hogy azt is nagyon igénylik. Tehát igaz, hogy az a címe a programnak, hogy adventi játszóház, de minden esetre a kis kézműves foglalkozásokon kívül nagyon igénylik azt, hogy mozogjanak is, úgyhogy Ott egy ilyen kis játékos, egyszerű játékos feladatokat végezhetnek. Az első emeleten mesesarokkal várja Szabó Péterné Kati néni a gyerekeket, aki a könyvtárból hozott karácsonyi mesekönyveket, kifestőkkel készültünk a legkisebbeknek, illetve diavetítés is várja a legifjabbakat, illetve hát azokat is, akik nosztalgiázni szeretnének akár szülőként. És talán az egyik legfontosabbat hagytam ki most itt egy pillanatra, az pedig a mézes sütemény készítése, hiszen hogyha most már kimennénk az előtérbe, akkor már nagyon finom mézes illatot éreznénk. Itt a Zöldfa úti tagóvoda óvónéniei azok, akik tegnap már begyúrták a mézest, most a gyerekek pedig saját kezűleg nyújtják, illetve szaggatják és díszítik a mézes kalácsokat, két sütőben pedig sülnek a finom és szép kis termékek.
És hogyha ide följövünk a második emeletre, akkor az elmaradhatatlan arcfestés, ami szintén ugye az óvó nénik kezemunkája lesz majd látható a gyerekek arcán. Itt készülve az ünnepre csillámport is kellett beszereznünk, mert hogy az ilyenkor nagyon, nagyon népszerű. Nagy örömünkre egy új egyesület már a birkafőző versenyen is bemutatkozott, és utána pedig a udvari muzsikák alkalmával találkozhattak velük a szülők, illetve a gyerekek. Az Abhegyező Gyermekanimátor Egyesület aktivistái vannak éppen a mellettünk lévő klubteremben, és azért érdekes, mert hogy ők fiatalok, tehát gimnazisták, illetve általános iskolások, és ők csinálnak programot a kicsiknek. Lelkesen készültek már tegnap is, rajzoltak, festettek, készítették elő a kézműves foglalkozás, illetve a játszóház alapanyagait, és itt mögöttem a nagy teremben pedig szintén a Madarász Imre egyesített óvoda pedagógusainak négy asztalnál dolgoznak vagy óvoda pedagógusaival négy asztalnál dolgoznak a gyerekek. Karácsonyi üdvözlőlapot, asztaldíszeket, ablakdíszeket készíthetnek. Ami itt elkészül, az mind hazavihető, tehát akár az arcon, akár a kézben, de mindent haza lehet vinni. És hát azért látjuk, hogy felnőttek is jönnek, tehát apukák, anyukák, sőt nagyszülők is elkísérik és megnézik ők is, vagy esetleg többen látjuk, hogy ők is alkotnak együtt a gyerekekkel. Ez egy nagyon fontos dolog, hogy több korosztály együtt dolgozik itt, és együtt hangolódnak a karácsonyra. Így van, hát visszajáró vendégeink vannak, tehát amikor én elkezdtem dolgozni, már most van olyan nagyszülő, aki akkor még a nagyobb bacska gyermekét hozta, de már most láttam, hogy itt van a pici unokájával odalent, úgyhogy ez nagy öröm számunkra, hogy itt vannak nálunk, és ebben a valóban rossz időben vették a kabátot, és eljöttek hozzánk. Most ez csak délután van, gondolom, hogy ennek is azért anyagi okai vannak. Így van, úgy gondoltuk, már ez nem az első alkalom egyébként, tehát már a tavalyi évben is délutáni programot tudtunk a gyerekeknek nyújtani. Hát, a szebb időkben, a jó időben volt olyan, hogy egésznapos játszóházat tudtunk biztosítani a gyerekeknek, de én úgy gondolom, hogy ez a mai sem lesz minden eredmény nélküli, és boldogan és saját kezük munkájával térhetnek haza a gyerekek. Én mindenképpen szeretném itt megköszönni azoknak a közreműködőknek a munkáját, akik nélkül sem a korábbi, sem a mai délután nem jöhetett volna létre, hiszen az óvónénik, akiket már emlegettem, ha ők nincsenek, akkor mi ezt nem tudjuk megrendezni, ezt a rendezvényt, hiszen ők szabad idejüket áldozzák arra, hogy itt lehetnek velünk szombat délután, és egy 4 órás foglalkozást biztosítanak a gyerekeknek, illetve a Gyermekanimátor Egyesület, akik szintén önzetlenül vannak itt, és okoznak örömet másoknak. Tehát úgy gondolom, hogy ez az adventi időszakban külön öröm, hogy ilyet is tudunk. És jövőre is készülünk. Reméljük, hogy jövőre már egy picit hosszabb programmal tudunk készülni. Én azt kívánom, hogy sikeres legyen ez a mai nap, és akkor találkozzunk jövőre is egy hasonló rendezvényen. Köszönjük szépen, és várjuk a kedves tévénézőket is, ha most még idén nem is tudtak eljönni, de jövőre mindenképpen kicsiket és nagyobb bacskákat egyaránt. Gulyás Ferenc, a Madarász Imre Egyesített Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálati Intézmény vezető helyettese maga is leült a székekre, és szépen alkot, hiszen már láttuk, hogy pókember is készült, kis cicát is festett már egy kislánynak az arcára. Ön is fontosnak tartja, hogy itt legyen a kolléganőivel ezen a szép napon? Szép jó napot kívánok ezen a szép adventi szombat délutánon. Úgy gondolom, hogy nagyon fontos mindannyiunk számára, hogy itt legyünk együtt a kulturális központba, a város központjába, hiszen ma délután óvodás gyerekek, kisiskolás gyermekek szüleikkel együtt látogatnak el, hogy együtt az adventi játszóházba, különböző kézműves tevékenységekbe, arcfestésbe, mézessütésen részt vegyenek. Nagyon fontosnak gondolom, hogy itt legyünk óvonénik. És hát megint nagyon kreatívak voltak a kolléganői és ön is. Hányan vannak ma itt?
Hét tevékenységet irányítunk az óvónő kolléganőimmel együtt. Kézműves asztaloknál, 4 asztalnál tevékenykednek. Itt különböző karácsonyi díszeket készítenek a kolléganők a gyermekekkel együtt. Egy asztalnál mézes kalácsütés van, egy teremben, lent a földszinti teremben a mocorgók mozgásos, játékos tevékenységeket végeznek, sokféle mozgásfejlesztő eszközzel, és egy teremben pedig arcfestésben veszünk részt. Hát körülbelül 22-en vagyunk itt, ha jól számoltam, óvónők. Gondolom azért óvodai szinten is nagyon készülnek már a karácsonyra minden csoportban. Igen, az óvodákban is elkezdődött az adventi készülődés időszaka, hiszen ez a felkészülés ideje a karácsonyra, ez nagyon fontos az óvodákban is, hogy ráhangolódjunk a gyermekekkel együtt a karácsonyra. A ma délután, ahogy mondta, a szabadidőnkből is, illetve munka délután is ez, hiszen a mai nap munkanap, szombati munkanap van, úgyhogy ezen a napon így osztottuk meg magunkat, hiszen az óvodákban is kevesebb gyermek van, és így mind a két helyen helyt tudunk állni a gyerekek tevékenységeinek segítésében. Én azt kívánom, hogy a jövő évben is nagyon kreatívak legyenek, és nagyon sok hasonló rendezvényen tudjunk találkozni, hiszen az azt jelenti, hogy önök is bekapcsolnak jövőre is a városnak a kulturális életébe, és sok-sok örömet okoznak a gyerekeknek ezekkel az ajándékok közös elkészítésével. Köszönjük szépen! Mi is így gondoljuk, hogy szeretnénk részt venni abban, hogy ezeket a közös kis ajándékokat a gyermekek hazavigyék, ezek ott legyenek a karácsonyi asztalon, a karácsonyfák alatt, hiszen nincsen áll kedvesebb, mint hogyha a gyermekek egy-egy saját készítésű kis ajándékkal köszöntik meg a testvéreiket, a szüleiket, a nagyszüleiket, hiszen ezek az igazi általuk készített kis ajándékok okoznak nagyon nagy örömöt a családtagjainak. Én is köszönöm szépen a jó kívánságokat, és én is áldott, boldog, békés karácsonyt kívánok önnek is, és a Karcag Televízió nézőinek is. Köszönjük szépen! Rengeteg játékot látunk itt. Tényleg a kisgyerekektől a komolyabb autókig mindent kitalál a gyermekének ajándékot. Megindult már itt a nagy vásári roham, vagy még azért arany vasárnapra számíthatunk nagyobb rohamra? Hát, bízunk benne, hogy jobb lesz, mert még elég gyenge, sajnos. Mi alapján választottak? Tehát gondolom hoztak olcsóbb terméket is, meg drágábbakat is. Hát igen, próbálunk úgy, hogy minél nagyobb legyen, és minél olcsóbb, mert nagyon nincs pénzük az embereknek. És mi a legfelkapottabb, amit eddig úgy nagyon kerestek? Hát szeretik a traktorokat és a nagy hintókat. A kislányoknak mit vesznek inkább? Kislányoknak most ilyen szárnyas barbik vannak, azokat szeretik. A tavalyi árakhoz képest sokat mentek följebb az ára? Hát nem emeltünk most idén semmit. Nem tudunk sajnos, mert így sem nagyon vásárolnak, ha megemelünk, akkor még jobban nem vesznek semmit. Akkor végül is igazándiból tavalyi áron lehetne beszerezni. Minden maradt ugyanabban az árba. Hát akkor reméljük, hogy azért jönnek a vásárlók még aranyvasárnapig. Jó forgalmat kívánunk önöknek. Szépen. Ács Ádám, éppen most 8 éves, és nézegette itt a játékokat. Te mit szeretnél karácsonyra? Édet. 4 kiszerelésűt, és olyan hosszú, kihúzós blébédet szeretnék. És miért pont ilyen játékot szeretnél? Az a kedvencem. És látsz esélyt rá, hogy meg fogod kapni? Igen. Balta Hannával beszélgettünk, te mit szeretnél kapni karácsonyra? Hát, esziszilávat. És valami édességet esetleg szeretnél-e? Vagy valami kis állatkát, friss állatkát? Akarnék. És mit? Hát, szaroszuk rosszáték én. Györfi Krisztián négyt válogat egy sátorban. Mi mindent szeretne vásárolni, és kinek? Hát, még konkrétan ezt nem tudom, de nézelődünk egyelőre. Hát, sok minden van itt választékban. Inkább olcsóbb kategóriát keresünk, de az is van itt, úgyhogy remélem megtalálom, amit szeretnék. És akkor pulóvereket nézeget inkább, vagy nadrágokat, vagy fiúnak, lánynak, tehát azt ne áruljuk el, hogy kinek, csak hogy nagyjából mit szeretne. Mind a kettőnek, de inkább ilyen felső ruházatot nézegetünk. Hát reméljük, hogy akkor sikerrel is válogat itt. Remélem. Már van egy pár, amit kinéztem, de még gondolkozom. És körülbelül mennyit szán ajándékra?
Hát nem tudom, így konkrét. Hát így fejenként ilyen 2000 forint körül. Akkor sikeres válogatást kívánunk. Köszönjük szépen. Itt a fenyőfák között beszélgetünk Kutyán Sándornéval. Ön Kunhegyesről, Kunmadaras környékéről jött. Milyen most az embereknek a pénztárcája? Tehát érzi már, hogy keresik a fát, vagy még mindenki kivált? Szintén, hogy nagyon kevés pénzük van, és nagyon olcsó fát akarnak venni, és mindig alkudoznak. És az árak azok milyenek tavalyhoz képest? Hát a tavalyhoz képest ugyanaz, mint a tavalyi. Hát a kisebb fák 1000 forint, másfeles 1500, a 2 méteres 2002, 2005, ki hogy alkudozik. És akkor inkább a lucfenyőt, a hagyományos fenyőt keresik? Inkább a hagyományos fenyőfát viszik, mert kevés a pénz. És akkor a többi, tehát mondjuk az ezüstfenyő, normanfenyő, tehát vannak ilyen kuriózumok? Hát az ezüstfenyőt azt nagyon kevésbé viszik, mert sokkal drágább, ugye, bár, de viszont aki igényt tart rá, az csak azt viszi. És inkább a kisebb fákat keresik, a családosok meg a nagyobbat, tehát tudunk így ilyet van, mondani? Így van, igen, a kisebb fát viszik jobban, mert ugye hát nincs pénz. És akkor azt tapasztalja, hogy kivárnak inkább, és majd mondjuk szenteste előtti igen, napon szeretnék? Igen, de általában már most viszik jobban a kisebb fákat, meg a közepeseket, kevés pénzű embereknek, szóval ez nagyon jó ár, az 1000 forintos fa, 1500, szóval inkább ezeket viszik. És hát gondolom, hogy nem csak itt árul, mik a tapasztalatok, hogy máshol is ez a jellemző? Hát más piacokon, kisebb piacokon még olcsóbban kell adni a fát, ugye, mert kisebb falvakban kevesebb a pénz, mint a karcagiakhoz képest. És körülbelül mennyi fa van még, ami itt vevőre vár, hiszen látjuk, hogy van kisebb, nagyon? 500 darab. Még az utolsó napokban sok vevőt kívánunk önnek. Köszönöm szépen. Itt vagyunk a csarnokban, hiszen kint esik az eső, de nagyon szép asztali díszeket és adventi koszorúkat látunk. Törőné Keller Rózával beszélgetünk. Ezek úgy tudom, hogy saját készítésűek. Saját készítésű díszeink vannak, igen. Temetőbe való díszeket is készítünk, ünnepi asztalra való díszeket is, dekorációs célra. Minden fajtánk van. Széles a terméskála, árat tekintve is, meg küllemre tekintve is. Én most így gyorsan néztem az árakat, én nem látom, hogy emelkedtek volna nagyon tavalyhoz képest. Egyáltalán nem emelkedtek az áraink. Tavalyi árakon árulunk, mert hát sajnos az emberek pénztárcája nem engedi meg az áremelést, és inkább belátással kell lenni. És vannak kedvenc színek, tehát most mi az idei slágerszín, amit jobban keresnek? Hát a hagyományos slágerszín az aranyszín és a piros, valahogy ez jött divatba, de minden évben más volt, mikor a kékezüst volt, mikor a bronz ment, most a piros és az arany. És az adventi koszorúknál a hagyományosakat keresik, van ajtódísz is látom, tehát van asztaldísz, ajtódísz. Temetőben meg inkább gondolom ezeket a kisebbeket keresik a vásárlók. Igen, temetőben az egyszerűbbeket, asztalra pedig a díszesebbeket. Adventi koszorúnál az élő fenyő és a tetszetős, azt szeretik, minél természetesebb anyagból készüljön. Akkor azt hiszem, hogy még van egy pár nap, amíg ezeket el tudják adni, hát reméljük, hogy sokan jönnek még, de gondolom még nem nagyon indult meg itt sem. Nem, leginkább temetőbe viszik. Asztalra majd később veszik meg a díszeket, fontosabb az ennivaló, és majd utána jönnek a díszek. Akkor azt kívánom, hogy még legyen sikeres önöknek ez a pár nap, és tudják eladni ezeket a termékeket. Köszönöm szépen, így legyen. Barát Lajosné, zöldséggyümölcs kereskedővel beszélgettünk. Megindult-e már a karácsonyi bevásárlás? A háziasszonyok viszik-e már a hozzávalókat az ünnepi ebédhez? Hát nagyon nehezen, vagy lassan, de remélem, hogy utolsó percben mindenki próbálja beszerezni a családjának a legmegfelelőbb dolgokat. Talán még a savanyú káposztát nem viszik úgy, ahogy szeretnénk, bár hagyományos, nem borkénporos, tényleg finom, érett laposak, de mindenki meggondolja, mire kölcsön, mennyit kölcsön, első az ajándék, a karácsonyi asztal, a díszek az asztalra, és aztán meg az ajándékok. Úgyhogy narancsot talán, utolsó percbe viszik a mandarint, utolsó percbe viszik a narancsot, a banánt, ezt előre egy héttel hamarabb nem. Talán majd vasárnap jobban, kevés fogy a mogyoróból, a gesztenye sajnos elég drága lett, készülődnek az emberek, idegesek, mennek, szaladgálnak, nézelődnek, de keveset, de csak lesznek.
És mondjuk tavalyhoz képest a gesztenyét azt mondta, hogy nagyon emelkedett, de mondjuk dióbélmáknak az ára, vagy üszik-e már a lencsét esetleg, szilveszterre gondolnak előre? A lencséből van, aki fél kilót vitt tavaly, talán 10-20 dekát, hogy tesznek zsebekbe. Tehát a visszajönnek a néphagyományok, nem csak főzik, akinek nem telik. Gesztenye nagyon fölment, mást nem is tudom hirtelen, hogy mit. A dióbél az viszont azért nincs, mert nem termet. Tehát drágább és kevesebb kell. Mákot jobban viszik. Mákot. Egyébként finomak, frissek, idejiek, úgyhogy babból keveset, zöldség, gyümölcs utolsó percbe viszik el a igazi húsleveshez. Ezelőtt emlékszem, hogy 10 évvel Magyaróból rengeteg elment, most egy 5 kilós 2 hétig is elég. Sajnos. Ez van. Hát reméljük azért még lesz itt forgalom, hiszen még ma csak hétfő van, és azt kívánjuk, hogy minél több vevője legyen önnek is még a következő napokban. Köszönöm szépen, és önöknek is, és mindenkinek, a Kacag TV mindenki nézőjének kellemes karácsonyi ünnepeket, és boldog új évet kívánok. Karácsony az nem múlhat el egy igazi halászné nélkül, gondolom így van ezzel Pallag Imre, és akinek az üzletében beszélgetünk. Keresik az élő halat a lakosok, vásárlók vannak? Hát még elég módjával jönnek a vásárlók, és sajnos úgy néz ki, hogy körülbelül fele a forgalom, mint a tavalyi volt. Hát látjuk, még van előttünk egy hét, meglátjuk hát, ha sikerül még valamit. Amúgy Karcagon általában halat karácsonykor eszik a nép, tehát nincs halevésnek, nincs kultúrája. Egy év egyszer mindenki csak megfőzi azt a halásztét, azt a sült halat, de sajnos beigazolódott az, hogy az országban körülbelül 4-4,5 kiló a éves halfogyasztás, és sajnos ez van. És az árakat itt az előbb mi már beszélgettük, én ahogy így emlékszem tavalyhoz képest talán lehet, hogy ugyanaz is, vagy egy icipicit mehetett csak feljebb. Semmivel nem tudtunk árat emelni, ugyanazok az árak, mint tavaly voltak. Még így is azt mondják, hogy egy kiló disznóhúsban nincs szálka, és az is körülbelül ennyi, annak is körülbelül ennyi az ára. És akkor mondjuk már el, hogy milyenek az árak, hiszen az előbb nem megveszik. Hát három fajta pontjunk van, tőpont, nyurgapont és tükörpont, ennek 950 forint a fogyasztói ára. Ezen kívül van szürkeharcsánk, a szürkeharcsánk 2000 forint az élő súlyára, van keszek, kárász, balin és ilyen apró hal, amit a halászté alaplének használnak, ez 600 forint per kilogramm. És ön is gondolom nem csak árulja, hanem főz és halászlevet, melyikből szereti a legjobban? Tehát most, ha ajánlani kellene, mit ajánlana? Hát mi nagyon szeretjük a halat, az igazság. Azért csináltam a boltot, mert a környékben nem volt halbolt. Hát ajánlani a pontyot elsősorban sülve, rácpontnak. Hát én a halászlébe, a harcsa halászlét szeretem, vegyes alaplével, tehát passzírozva, tiszai módra, és harcsa szelet, folyami harcsa szelettel. Hát ha lesz olyan, aki most kap kedvet, és még tényleg utolsó pillanatban megvásárolja a halásznéhez alót, hal az van itt, az előbb néztük, hogy vannak azért nagyon szép példányok is. Honnan származnak ezek a halak? Hát ez a tiszafüredi Fes Kft-vel van szerződésem, nagy része onnan, vagy van az élő Tiszára, van két olyan halász, aki évközben is, és ilyenkor is beszállít, és van tiszai, nagyon szép tiszai halunk is van. Hát akkor minden adott egy jó halászléhez. Azt kívánjuk, hogy minél többen jöjjenek még önhöz karácsony előtt, és sokak asztalára kerüljön halászlé. Köszönöm szépen, ezt szeretném én is. Köszöntöm nézőnket, itt vagyunk a Kárdos György Általános Iskola és Szakiskolában. Beszélgető társam Sándorné Szakács Ildikó tagintézmény vezető. Hamarosan egy nagyon szép kiállítás fog itt nyílni. Mi már megnéztük, nagyon szép mézes kalácsok és különböző kézműves dolgok vannak. Mi is ez a kiállítás pontosan? A kezdeményezés az lakossági megkeresésre történt. A Cigány Nemzetiségi Önkormányzat munkatársa Bernát Nébolya keresett meg bennünket azzal az ötlettel, hogy adnánk-e otthont annak, aki
kiállításnak, ami nem csak az iskolánk tanulóinak a munkáit tükrözi, hanem a karcagvárosi kiskézművesek munkáját is. És akkor az iskola mely tanulóinak a kiállítása van itt? Mivel kézműves kiállítás, így nem minden szakmánk érintett most ebbe a kiállításba, a mézes kalács készítők, hiszen erre is van ez a kiállítás, mézes kalács fesztivál, illetve kiállítás, ennek lesz még a héten több programja is, meg a szövők és a kosárfonók. Azt hiszem, hogy itt jó kis karácsonyi ötleteket is lehet gyűjteni ezen a kiállításon. Említette, hogy ez a megnyitó, de mi minden lesz még akkor a héten? A héten folyamatosan hétfőtől péntekig a kiállítást megnyitjuk a város felé, tehát óvodások, iskolások, illetve bárkit szeretettel várunk, és szerdán még lesz egy kézműves alkotó délelőttünk, ahol szakoktatók várják majd a gyerekeket egy kis tényleg karácsonyi alkotásra. Úgy tudom, hogy macikat is lehet nézni most. Így van, a másik teremben megnyitottuk közel 400 darab játékmacikon tekinthető meg. Egy játékház vezető Németné Editnek a gyűjteménye tekinthető meg. Azt hiszem felnőtteknek, gyerekeknek nagyon kedves program. Tűnőknek sok látogatót és hasznos hetet kívánok erre a hétre. Nagyon szépen köszönjük és bízunk benne, hogy sok látogatónk lesz. Bernát Imrénnek a mai napnak az egyik ötletgazdája. Honnan is jött az ötlet, hogy Mézes Kalács fesztivált rendezzenek Karcagon? Korábban ebben az iskolában dolgoztam, és találkoztam ezekkel a gyerekekkel, akik itt tanulnak, és most miután a cigány nemzetiség önkormányzatnál dolgozom, ugyan ide járó gyerekekkel találkozom gyakran, és azt tapasztaltam, hogy a megszerzett szakmájukat nem használják föl. Nem tudnak megélni, megélhetési gondokkal küzdenek folyamatosan. És arra gondoltunk, hogy próbálunk mi is segíteni nekik egy fesztivál létrehozásával, ami egyrészt segíteni a szakmák reklámozását a Kádas György iskolába, másrészt a még most tanuló gyerekeknek, akik azt gondolják, hogy semmilyen jövőjük nincsen, megmutatnánk, hogy igenis nagyon szép jövőjük lehet, dolgozni kell rajta, illetve egy kulturális eseményt is szerettünk volna létrehozni, amit majd a későbbiekben szeretnénk folytatni is. Úgy tudom, hogy ehhez kapcsolatban volt egy rajzpályázat is. Igen, az első karcagi Mézes Kalács Fesztivál plakátkészítő rajzpályázatát írtuk ki, amelyet Németh Ildikó nyert meg a Györf István általános tagiskolából, 7. osztályos tanuló, és ő Tószegi Judit, Mézes Kalács készítő, iparművésznek a könyvét, dedikált könyvét kapja meg ajándékul. Sajnos nem tud itt lenni a megnyitón, de ezt eljuttatjuk neki. Önök hogyan kapcsolnak még a hét programjához? A szervezésben tudtunk jobban kapcsolódni, a Németh Editet gondoltuk azt, hogy mivel minden mackó szereti a mézet alapon, hát legyen valami, ami vonzza a kisgyerekeket, és az egésznek a tematikáját próbáltuk úgy összeállítani, hogy a legkisebb korcsoporttól, kezdve a mackókkal, a legidősebbekig meg tudjanak jelenni az emberek. Ugye a fiatalok a kézműves dolgokat állították ki. Itt mögöttem látszik a Patchwork. Ő egy nagyon idős hölgy, aki beteg is, és nem tud ezért eljönni, Nagy Miklósné Marika néni, aki még betegen is var, és var rendületlenül. Úgyhogy tulajdonképpen mi részünkről ennyivel szervezés elején záródott a dolog. És ez nem is kevés, ahogy így elmondta. Én azt kívánom, hogy legyenek hasonló fesztiválok, és beszélhessünk második, harmadik, sokadik Mézes Kalács Fesztiválról is. Jó munkát kívánunk önöknek ehhez. Köszönjük szépen. Dobrai Lászlóné a Mézes Kalács szakoktatója ebben az iskolában. Láthatok itt a gyerekek csodaszép munkáit. Gondolom, hogy nagy élvezettel és örömmel készültek erre a kiállításra. Igen, nagyon szeretik készíteni a gyerekek a különböző díszmunkákat, és külön figyelmet érdekel, egy figyelmet kell fordítani erre, hogy a hagyományokat őrizzék, szeressék és tiszteljék, és ezt építik be a mindennapi munkájukba és a vizsga munkáikba. Ezt szeretnék bemutatni mindenképpen. És azt hiszem, hogy az is fontos, hogy megtanulják, a szép érzékük is fejlődik, és a kézügyességük is. Meg itt beszéltünk az előbb arról, hogy későbbiekben talán munkalehetőséget is jelent majd nekik ez a szakma. Igen, jelent, mert a mézes kalács készítés a pék cukrász egyik rész szakmája, és tulajdonképpen ugyanazokat a tantárgyakat tanulják, csak a speciális úgynevezett a mézes készítés, díszítés, ami elkülönülhet, és nem egy tanulom van, aki már elhelyezkedett, és évek óta ugyanebben a szakmában dolgozik. Tehát ad nekik egy ilyen lehetőséget. Itt most hány gyermeknek van, vagy mindenki hozott valamit, vagy inkább egy gyermek, vagy a csoportban mindenki készített most ide a kiállításra egy-egy terméket? Mindenki külön-külön készített egy-egy terméket, mert hiába, hogy ugyanazt tanulják, de az egyéniségük határozza meg, hogy ki milyen, ki mit szeret, és igazán mi áll hozzá közel, melyik díszvilág vagy formavilág.
itt karácsonyra készülve elég sok karácsonyhoz kapcsolók is angyalkát, kis karácsonyfát, kis házikot láttunk, tehát azt hiszem, hogy ötleteket is adhatunk mindazoknak, akik meglátogatják ezt a kiállítást. Igen, adhatunk ötleteket, mert a saját ötleteiket vannak olyan gyakorló órák, amikkel behozhatják, és ugyanez jelenik meg az IND-s munkákban is, ami ott látható, meg saját ilyen fantázia neveket is adnak ezeknek a díszeknek. Akkor hasonlóan azt kívánom önnek is, hogy legyenek még szép sikereik a tanítványaival, és minél többen találjanak utána a szakmájukban munkalehetőséget is. Nagyon szépen köszönöm. Reméljük, hogy így is van, mert érdekes módon nagyon szeretik nem csak otthon, de még tovább is vinni ezt a szakmát. Köszönjük szépen. Köszöntöm nézőinket, itt vagyunk a Katasztrófa Védelmi Igazgatóságon, Lévai Kálmán ezredes úrral beszélgetünk, hiszen leesett a hó, mondhatnánk, ez is apropója a beszélgetésünknek, de azért egy picit komolyan dolgokról is fogunk beszélni, hiszen föl kell készülni önöknek is, és a város lakosainak is a hóhelyzetre, hiszen előreláthatóan nagyon sok havat várhatunk a következő napokban a meteorológusok szerint. Önök hogyan készülnek erre a hóhelyzetre? Köszöntöm én is a nézőket, és hát azért is örülök ennek a lehetőségnek, hogy elmondhatjuk, bár nyilván mindenki belenéz a saját kalendáriumába, és észrevesz, hogy december van újból, hisz mindig volt, és bizonyára még sokáig lesz a történelemben hó, meg tél, de azért nem mindegy, hogy milyen tél van, és hogyha a tél bekövetkezik, és olyan mértékben következik be, akkor bizony ott föl kell készülnünk arra, hogy ember életbe és vagyonba ne essen kár. Ennek megfelelően a Megyei Védelmi Bizottság ülésezett, Megyei Katasztrófa Védelmi Igazgatóság szintén, és ki meghatározta maga területén a feladatokat. Várhatóan összeülnek a helyi védelmi bizottságok is, ahogy összefogva a polgármestereket, a település ellátó szolgálatokat és egyéb lehetőségeket ott is meghatározzák a feladatokat. Így ennek megfelelően mi is készülünk a katasztrófavédelmi kirendeltségen, 19 település tartozik hozzánk, és igyekszünk mind a 19 településen figyelemmel kísérni a felkészülést, és minden fontos dologra kitérni, ami ilyenkor szükséges. Hisz külön kell készülnünk azért arra, hogy csak hideg lesz, vagy arra, hogy a hideg mellett hó is lesz, és a hóba pedig, hogy mekkora hó, hóesés vagy hófúvás. Elsősorban ugye a hidegre mindenképpen számítani kell, hisz a hó az egy eléggé csavargó dolog utóbbi években hazánkban, és itt a Karcag és környezetében is, de hideg az mindenképpen várható télen. Melegedő helyekkel kell felkészülni, ahol fűtés áll rendelkezésre, és meleg tej az esetleges rászorult embereknek. Külterületen figyelemmel kell kísérnünk az embereket, külterületen magányosan egyedül élő, esetleg beteg, vagy pedig mozgásukban korlátozott emberekre is oda kell figyelni, mert ők nem biztos, hogy például a fűtés nélkül maradnak, vagy bármi történik valami, akkor saját magukat képesek ellátni. Mondjuk éppen e tekintetben például a mezőőrökre kell számítanunk. Amennyiben hó lesz, akkor esetleges kis hó, nagy hó, hófúvás, mindegyik verzióra föl kell készülni. Volt korábbi években olyan esemény, amikor a hófúvás tényleg befolyásolta a közlekedést nagy mértékbe, befogadó helyeket kell, ideglenes befogadó helyeket kijelölni, és azt oly mértékben felszerelni, amit majd hoz az élet, tehát esetleg nem csak egy éjszakára, fél éjszakára, órákra kell befogadni a hóban rekedt embereket, hanem esetleg huzamosabb idejű tartózkodásra kell fölkészülnünk. Azután, hogyha dugó kialakul a hófúvás következtében, a járműveket vissza kell tartani, nem lehet engedni, hogy mindenki az úton rekedjen, akkor ilyen visszatartási helyeket kell, megvannak a visszatartásra kijelölt helyek, de ezeket külön meg kell tisztítani, hogy ott a járműveket tényleg el is lehessen helyezni. A hó eltakarításra
fölkészülni, részben a közútkezelő révén, közútkezelőnek részt vettünk a gépszemléjén, megtekintettük a járműparkot, a felkészültséget, ezek természetesen teljes mértékben rendben vannak, ugyanígy megtekintjük az országutak mentén elhelyezett hófogó rácsokat, hogy azokon a kritikus pontokon elhelyezésre kerültek-e. Külön figyelemmel kísérjük a vasúti átkelőhelyeket, amely kritikusak lehetnek esetleg. Hát Karcag esetében éppen volt egy ilyen korábban a Püspökladányi úton, ez most pillanatnyilag le van zárva, megszűnt. Hát majd lehet, hogy másfélképpen, meddig fölfelé púposodott, most lefelé púposodik, és bizony a kamionok megküzdöttek egy-egy föl tükrösödött jeges úton a közlekedéssel. A megyei igazgatóság szükség esetén életmentő konvojt indít útnak, ami lehet, hogy egy kicsit flancosan hangzik, de a lényege ez, hogy üzemanyagot visz magával, meleg teát visz magával, és telefont, mobiltelefont visz magával, ami a legfontosabb adott esetben a hóba rekedt embereknek, hogyha már kifűtötte a tankból az összes üzemanyagot, akkor el lehessen újból indítani a járművet, ha felszabadulott, akkor meg tovább tudjon közlekedni a következő benzinkútig. Hát a meleg tea egyértelmű, a telefon meg azért kell, hogyha esetleg kitelefonálta már a SZUSZTA telefonjából, akkor a családját mégis tudja értesíteni, hogy itt vagyok, meg vagyok, majd jövök, amikor tudok. Egy jó dolog lehet. Hát az, hogy ez hogy jut majd a tett helyre, hát ez egy külön feladat, terepjáró járműveket kell igénybe venni. Éppen azt akartam mondani, hogy 19 település azért kicsit más-más lehetőségek vannak, hiszen Karcagon azért ismerjük mindannyian a lehetőségeket, de van olyan falu, ahova csak egy út vezet, tehát sokkal bonyolultabb helyzetek is adódhatnak, mint itt esetleg Karcagon. Igen, hát ez is külön figyelemmel van kísérve, hogy vannak zsáktelepülések, mint például esetünkben mondjuk Berekfürdő, ahova egy út vezet, vagy vannak ilyen elzárt, vagy elzáródható városrészek, mint mondjuk esetünkben Tilalmos, ahova, hát vannak még utak, ugye ott a Hortobágyon keresztül, de egyébként más főúton nem lehet megközelíteni őket. Tehát ezeket az elzáródható településeket is külön figyelemmel kísérjük. Aztán persze az, hogy valakinek két útja van mondjuk egy kisebb falunak, az nem jelenti azt, hogy nem mind a két oldalról betemeti az utat a hó, és mégiscsak elzáródik. Hát mindenre föl kell készülnünk, ezekben rendkívül nagy feladat jut a helyi közbiztonsági referenseknek, akik a törvény erejénél fogva az évben kezdték meg működésüket. Őket, ővelük tartjuk leginkább közvetlenül a kapcsolatot, és nem mondjuk a polgármesterekkel vagy a jegyzőkkel, hisz ő rájuk lett ez a feladatkör méretezve, és hát természetesen ő nyilván egyeztet meg, ha szükség esetén a polgármestereket, jegyzőket is el tudjuk érni. Az a lényeg, hogy minden település a maga lehetőségéhez mérten, lehetőségéhez képest fölkészüljön, legyen minden ügynek, minden ügyrésznek, dolognak felelőse, elérhetősége, hogyha bármi van, akkor azonnal tudjunk cselekedni. Hisz nyáron volt arra példa, hogy úton rekedt járművek 40 fokos hőségben baleset lezárta több órára az utat, és mire körbe futtattuk azt, hogy ásványvizet juttasson nekik valamely karitatív szervezet, addigra a dugó feloszlott és okafogyottá vált. Na most hidegben a fagyás, még a hőséget is nagyon nehéz bírni, de azt gondolom, hogy a fagyás az talán még durvább a hőségtől is, és hogyha nem érkezik meg időben a segítség, akkor már végzetesen késő lehet, és emiatt is van ez a talán túl méretezettnek tűnő felkészülés. Viszont minden évben van olyan tapasztalat, ami azt mutatja, hogy nincs túl méretezett felkészülés, legfeljebb nem az adott helyen következik be. Viszont nem lehet előre megmondani. Hát alig indul, még ősz van naptár szerint, de már a Dunántúlon ugye voltak elakadások, voltak lezárt utak. Nem nagy hó esett tulajdonképpen, alig 10 cm-nyi, de okozhat ez a kezdeti 10 cm-es hó is ezek szerint ilyen balesetek következik. Hát itt Karcag
környékén is korábbi években 2 centis havon történt. Olyan nagy baleset, hogy órákra lezáródott a 4-es. Aztán hideg volt, fütyült a szél, és bizony vacogott ott az embernek a foga, amíg a feladatát ellátta. Na most a 19 település közül 5 településen van tűzoltóság, ezek a tűzoltóságok külön készülnek a térre, hólánccal ellátott szereink vannak, hogy minden körülmények között ki tudjanak menni, hisz az alapfeladata a tűzoltóságoknak nem változott, tűzeset lehet, káreset lehet, oda menni kell, a mentést végre kell hajtaniuk. Most e tekintetben legfontosabb az összefogás, a települési összefogás, hogy a helyi vezetés a közelébe lévő tűzoltósággal, a közelébe lévő egyéb erőkkel megfelelő összhangban működjön. Hisz vannak a helyi intézmények, városgondnokságok, intézmény vagy ellátó szervezetek, meg hol, hogyan hívják ezeket a szervezeteket. Azon kívül rendőrségnek, mentőknek, közútkezelőnek az egységei szükségesek adott esetben a feladat ellátáshoz. Fontosak a különböző karitatív szervezetek, például a Karcagon a Vöröskereszt az egyik ilyen legismertebb szervezet. Az ő segítségük is nagyon fontos lehet, hisz ők tudnak, teszem az forró teát biztosítani. A katasztrófavédelmet persze nem lehet kihagyni ebből a dologból, hisz a katasztrófavédelem főigazgatója lett ennek a téli ügynek a kormánybiztosa, és hát nem csak a saját hivatalából eredően foglalkoztat bennünket, hanem ebből a külön megbízatásából eredően is foglalkoztat bennünket, hogy készüljünk fel a feladatok ellátására. Hivatásos önkormányzati önkéntes tűzoltóságok állnak készen, azon túl a polgárőrségek, polgárőrök, és hát mindenképpen a mezőőrök, akik télen is mozognak külterületen, tehát leghamarabb észlelhetik a szükségét a segítségnek. Gáz, víz, villanyszolgáltatók alapvető infrastruktúrának a biztosítása fontos lehet, hisz itt van Karcagon a nagy kórház, hogyha ott áramszünet van és a saját áramforrással bármi történik, akkor tartalékról gondolkodni kell, hogy mi lehet a megoldás, mert egy ekkora kórház sokáig nem bírja áram nélkül. És hát akiket még nem soroltam fel, nagyon sokan mások tudnak ebbe segíteni, részben hivatásukból eredően, részben önkéntes alapon, részben egyfajta elhivatottságból kiindulva. De a legfontosabbat talán még nem mondtam, és ha a végére hagytam is, de mindenképpen fontos, hát az öngondoskodás. Segíts magadon, Isten is megsegít, tartja a mondás. Nem lehet mindig arra várni, hogy majd a város, majd a település, majd a közfoglalkoztatottak, vagy bárki eltakarítja a havat, és így tovább, hisz elmúlt évben is volt rá precedens, az előző télen, hogy olyankor kértek segítséget, hogy nem tud kimenni a hótól. És kiderült, hogy 10 cm-es hó volt összesen. 10 cm. És nem kerekesszékbe jött ki, mert ha igen, az más, hanem egy életerős emberről volt szó. Na de hát, ha van erre szervezet, akkor, hát uram, bocsánat, szóval néha elmegyünk nagyon az egyik irányba, és akkor erre mondom azt, hogy nem túlzó ez a felkészülés arra, hogy tél lesz, mert oda kell mennünk, és akkor tudjuk azt mondani, hogy bocsánat, de ez nem a mi dolgunk, ez az ön dolga, mint állampolgáré vagy lakosé. Nem beszélve arról, hogy ő, hogy ki tud jönni, az az ő baja, magánügye. Viszont a járdatisztítás az meg egy közügy, hogy el tudjon járni a szomszéd ott, aki a magáit eltakarította, de itt is el tudjon menni. És hát én visszaemlékszek a gyerekkorom nagy teleire, félméteres havakat is eltakarítottunk, és nem vártuk azt, hogy hát majd csak a tanácselnök csinál valamit, hát azért tanácselnök. Tehát igenis fontos az öngondoskodás. Mindenki, aki megteheti, gondoskodjon magáról, gondoskodjon a hóeltakarításról is, mindenről, ami kell egy télen, hogy meglegyen, és hát inkább segítsük mi életerős emberek azokat, akik viszont ténylegesen rászorulnak.
Akkor az elmondottakból is kiderül, hogy a szakhatóságok, a katasztrófát nem tűzoltók, és minden olyan civil szervezet, aki ebben segíthet a lakosoknak, fölkészült. Önök is mind a 19 településen jelen vannak, és tényleg odafigyelnek az emberekre, de nagyon fontos akkor, amit ön is elmondott, hogy mindenki saját maga is tegye meg azt, ami éppen rátartozik a portáját, tegye rendben, meg esetleg figyeljen a szomszédjára, aki egyedül él, idős, van-e tüzelője, nem esett el, hiszen napokban is hallottunk ilyet, hogy majdnem azért halt meg, mert elesett és nem tudott kijönni. Tehát azt hiszem, hogy mi is sokat tehetünk a szomszédainkért és a rokonainkért is. Igen, így van, és hát mivel ugye tudunk büszkeik lenni magunkra, meg dicsérhetjük is magunkat, de mind a mellett nem hisszük, hogy mi csalhatatlanok vagyunk. Maga a katasztrófavédelmi kirendeltség egy új szervezet, új feladatkörökkel. Emiatt is kérünk segítséget, és azért is fontos ez a tájékoztató, hogy adott esetben, amiről mi megfeledkeztünk, mert hát bármennyire is igyekszünk, azért emberek vagyunk, mi is tévedhetünk, vagy feledkezhetünk meg dolgokról, de hogyha van, aki fölhívja rá a figyelmünket időben, akkor még tudunk segíteni a dolgon, és be tudjuk pótolni hiányosságainkat, és hát én azt gondolom, hogy ez a szervezet halad előre az útján, úgy leszünk egyre rutinosabbak, és a tavalyi jegyzeteinket sosem szoktuk kidobni, hogy mi volt akkor, ami fontos volt, mert sok-sok mindenről oda kell figyelni, és ha valamiről megfeledkezünk, és valaki pont abból szenved kárt, akkor bizony mi is kapunk a fejünkre, és hát az bizony nagy szégyen, hogy ilyen felkészültség mellett is megtörténhet, ami persze nem tudunk mindennek elé menni, mert hisz a hófúvás előtt nem tudunk már takarítani, a hó előtt nem tudunk söprögetni, majd csak utána, amikor meg ez bekövetkezik, valamennyi idő kell ahhoz, hogy megoldjuk a problémát, és itt jön megint még egyszer az öngondoskodás, hogy addig viszont az állampolgárnak magának kell kitartania, akár az autójába, akár a lakásába. Minél kevesebb és eseménytelenebb téli napokat kívánok önöknek, és köszönjük szépen a beszélgetést. Én is köszönöm szépen, és kívánok mindenkinek egy napsugaras tavaszt néhány hónap múlva, és bízom benne, hogy télen sem. Nem is okozunk csalódást, meg nem is lesz olyan időjárás, ami problémát okozzon. Kedves nézőink, most Háttér című magazin műsorunk következik. Mai vendégünk Teleki Zoltán, rendőrőrnagy, a Karcagi Rendőrkapitányság megbízott vezetője, akivel többek között a karácsonyi biztonságról fogunk beszélgetni. Köszöntöm Önöket, mai vendégünk Teleki Zoltán rendőrőrnagy, a Karcagi Rendőrkapitányság vezetője. Szeretettel köszöntöm stúdiónkban, örülök, hogy elfogadta meghívásunkat. Köszönöm a meghívást, és köszöntöm a kedves nézőket. Október 1-e óta vezeti a Karcagi Rendőrkapitányságot. Mi a véleménye az elmúlt bő két hónapról? Elégedette, összecsiszolódott-e az állománnyal? A vezetői állománnyal történő összecsiszolódásunk jelenleg is folyamatban van. Úgy gondolom, hogy az állománnyal történő összecsiszolódásom már korábban megtörtént, hiszen májustól már itt teljesítettem szolgálatot. A vezető társaim tudnának jobban vélemény mondani rólam. Én úgy gondolom, hogy egy nagyon jó vezetői tím áll a hátam mögött, akikre bizton és bármikor számíthatok. Nem gondolom, hogy bármilyen probléma fölmerülhet, amit mi ne tudnánk közösen megoldani. Történt-e valami változás különböző posztokon, tehát mondjuk a vezetőségbe eszközöltek-e személycserét?
Személycsere nem történt, viszont mivel a kapitányság vezetői beosztása bízott meg a megyei rendőrfőkapitány úr, így a bűnügyi osztályvezetői beosztás az megürült. Természetesen nekem ennek pótlásáról gondoskodnom kellett, és a megyei rendőrfőkapitányság állományából kértem fel egy kollégát ennek a beosztásnak a betöltésére, aki elvállalta a beosztás megbízatását, és jelenleg egy megbízott osztályvezetőként Szendrei Kálmán rendőrhadnagy úr a rendőrkapitányság bűnügyi osztályvezetője. Történt-e a létszámban bármiféle változás? Mentek el rendőrök, vagy jöttek-e újak az állományba? Sajnálatos módon létszámmozgásunk negatív irányban történt. Idős tapasztalt kollégáktól kellett megválnunk. Ennek a magyarázatát igazából én sem értem. Ez mindig is jellemző volt a rendőrségre, hogy olyan hosszú távon stabil állomány egy része, a magja az megvan a rendőrségnek, de mindig van egy bizonyos fokú mozgás. Érkeztek is kollégák, ezek legtöbbször fiatal kollégák, akik érkeznek. Körülbelül ugyanannyi most a rendőrkapitányság létszáma, mint 2 hónappal ezelőtt, viszont azt tudom örömmel bejelenteni, hogy szenior kollégák visszafoglalkoztatása fog megtörténni. Nagyon nagy igyekezettel vagyunk a parancsnok kollégáimmal azon, hogy tapasztalt nyugállományba került kollégákat, amennyiben visszakívánnak jönni a rendőrséghez, ennek a feltételeit biztosítsuk. És visszakívánnak jönni a rendőrséghez? Nagyon nehéz, meg kell őket győzni, hogy szükség van rájuk. Jelenleg azt tudom mondani, hogy az elmúlt 2 hónap alatt 4 kollega volt az, akit sikerült meggyőznünk, és úgy néz ki, hogy ha mindenféle alkalmassági vizsgálaton meg fognak felelni, akkor körülbelül február elejétől ők már szolgálatban állnak a karcagi rendőrkapitányságon. Akiket említett, a tapasztalt kollégák, akik elmentek, ők nyugállományba vonultak, vagy esetleg más illetékességi területen folytatják tovább a munkájukat? 2 kollega, vagyis összesen 3, aki leszerelt, tehát nem más rendőrkapitányságon, hanem a civil életben próbálnak megérvényesülni. Ez azért sajnálatos a részünkre, mert nem egy 5-10 éves rendőrökről van szó, hanem bizony ezek között az egyik az több mint 20 év tapasztalattal rendelkezik, és a másik 2 kollega is jóval 10 év fölötti szakmai tapasztalattal rendelkezett. Úgy gondolták, hogy most nem találják meg a rendőrségnél itt a számításaikat, és a civil életben próbálnak érvényesülni. Természetesen olyan tántoríthatatlanok voltak, hogy akadályt gördíteni eléjük nem gördítettem, hanem természetesen engedtem, hogy amit szeretnének, azt megvalósítsák. Ha nem csalnak információink, akkor az elmúlt időszakban nagy elfogásokról, leleplezésekről lehetett hallani itt a karcagi kapitányság illetékességi területén. Milyen bűncselekményekről tud nekünk beszámolni? Továbbra is jellemzőek az illetékességi területünkön a kisebb súlyú vagyonelleni deliktumok, lopások, betöréses lopások, kerékpárlopások. Ami nagy felháborodást váltott ki a karcagi lakosság körébe, az a sorozatos kunyhó, illetve hétvégi ház feltörések. Az ősz vége felé beindult egy olyan folyamat, hogy szinte nem volt olyan zárt kerti rész, ahol ne törtek volna föl kunyhókat. Folyamatos figyelőszolgálattal próbáltunk az elkövetők nyomára akadni, ami elég nehéz ebben a helyzetben, hiszen ők is figyelnek, hogy hol a rendőr. És hát december 8-án pontosan a disznótoros fesztivál alkalmával sikerült az elkövetőket éppen egy kunyhófeltörés során tetten érni, amikor benn voltak a kunyhóba. Ezt követően előállítottuk, és az aznap este éjszaka folytatott nyomozási cselekmények során 35 darab kunyhófeltörés sikerült rájuk bizonyítani. Ezt követően tegnap egy helyszíni kihallgatás során még újabb 7 kunyhófeltörést derítettünk föl, ahol is az elkövető megmutatta, hogy melyek voltak azok a kunyhók, amikbe betört. Azt tudom mondani, hogy mindenkinek számolni kell a rendőrség haragjával ilyen esetben. Az elkövető előzetes letartóztatásba került, tegnap is a börtönből került kiszállításra annak érdekében, hogy a helyszíni kihallgatást foganatosítsuk. Úgyhogy erről örömmel tudok beszámolni. Természetesen, ami egy kicsit fájó ebben az esetben, az az, hogy az eltulajdonított értékek már nem lettek meg, hiszen
ezek az elkövetők a napi megélhetéshez használták fel az eltulajdonított dolgokat, azokat azonnal leadták különböző illegális fémát vevő személyeknek, akik tovább szállították a területünkről, sőt, sokszor barbár módon szétverve értékes gépeket, hogy megszerezzék a benne lévő rezet, fémet, végezték el, hajtották végre ezeket a bűncselekményeket. Bár nem egész évben, ugye már elmondtuk, hogy október eleje óta vezeti a kapitányságot. Mire számít, vagy milyen, így kérdezem inkább, milyen lesz az évvégi statisztikájuk? Mert ugye van, aki ugye az elődje például elmondta, hogy nála nem a statisztika számít, de azért valamilyen szinten gondolom, hogy csak el kell számolni följebb, hogy mondjuk hány bűncselekmény volt, és milyen a felderítettségi arány. Most hogy látja? Én úgy gondolom, hogy a lakosság biztonságérzete a legfontosabb, de természetesen a statisztikai számok is egy mutatót adnak a rendőri munkáról. Itt meg kell említenem, hogy január 1-től ismételten bevezetésre kerül az ismeretlen tetteses felderítési mutató, ami évekig nem szerepelt most a rendőrségi mérőszámok között, helyette nyomozati eredményességről beszéltünk. Természetesen ez egy szigorúbb és talán objektívebb mérőszám. Úgy gondolom, hogy a tavalyi évhez képest javulás történt a felderítések terén. A bűncselekmény elkövetőivel szemben lehetőség szerint a legszigorúbb kényszerintézkedéseket alkalmazzuk. Most, ha számszerű adatokat kell mondani, azt tudom mondani, hogy májustól egészen a tegnap előtti napig 57 főt vettünk őrizetbe, és ezeknek körülbelül a 75-80%-a előzetes letartóztatásba is került. Milyen bűncselekmények a legjellemzőbbek itt az illetékességi területen? Tehát lehet-e úgy mondani, hogy lopások, vagy mondjuk ilyen sikasztások, mennyire jellemzőek a kábítószerrel való visszaélések, akár gyilkosság, ezekről mit tud nekünk mondani az elmúlt időszakból? Hál' Istennek súlyos életellenes bűncselekmény az koranyár tavasz végén történt egy Kunhegyesen, azt megelőzően, illetve azt követően sem történt. A leggyakoribb bűncselekmények ezek a kisebb súlyú vagyonelleni bűncselekmények. Természetesen, ha itt most boncolgatnom kellene, akkor azt mondanám, hogy a fémlopások, jószáglopások, állatlopások, kerékpárlopások, tehát ebben nincs változás az előző évekhez, sőt évtizedekhez képest. Karcagon a legtöbbször azért követik el a bűncselekményt, hogy a napi megélhetésüket biztosítsák az elkövetők, azonnal leadják az ellopott fémet, az eltulajdonított tyúkot, kacsát megeszik. Nagyon gyorsnak kell lenni a rendőrségnek például az állatlopások esetén, amennyiben nincs olyan rögzíthető nyom, ami alapján beazonosítható lenne az elkövető, akkor ha egy pár órán belül nem sikerül az elkövetőt elfogni, akkor azt követően már nyilván ezek a jószágok valahol a hasba vannak, és onnan már nagyon nehéz bebizonyítani, hogy ők ezt honnan tulajdonították el. Tehát akkor elmondhatjuk azt, hogy ezeknek a bűncselekményeknek az elkövetői általában helyi lakosok, tehát itt nem jellemző ez az úgymond utazó bűnözés, tehát hogy vidékről érkeznek bandák, akik feltörnek lakásokat, üzleteket. A legtöbb elkövetőnk az helyi, az az illetékesség területen lakik. Annyi mozgás van, hogy általában az egyik településről átjárnak a másikra, legtöbbször Kenderesről, Kisújszállásra, Kunmadarasról, Karcagra, illetve Kunhegyes környékére járnak át elkövetőink, de természetesen a karcagi elkövetőink is járnak a többi településre. Tehát akkor itt az illetékességi területen belül van mozgás. Az illetékességi területen azt meg kell említeni, hogy Karcagról azért Hajdú-Bihar megyében is vannak olyan bűnelkövetőink, akik átjárnak Püspökladány illetékességi területére. Illetve hát az átutazó bűnözésről annyit mondanék, hogy ritka a területen, de azért előfordul. Az ősz folyamán volt egy olyan eset, amikor faárusítással csaptak be idős bácsit, aki kapott fát nyilván, amit ígértek neki, csak éppen nem olyan mennyiséget, mint amennyit kifizetett. Már többször felszólaltam, és mindig köszönöm az ilyen lehetőségeket, ahogy az idős emberek egy picit legyenek gyanakvóbbak, ne engedjenek be idegeneket a házba, kérdezzék meg, hogy honnan jött, sőt, mondják nyugodtan azt, hogy szólunk a rendőrségnek,
hogy jöjjenek, hogy maguk valóban onnan jöttek-e, és biztos, hogy meg fogják látni azt, hogyha azt mondja az árus, hogy tessék szólni nyugodtan, én megvárom a rendőrt, akkor semmitől nincs félnivalója. És szóljon akkor is a rendőrségnek, ha pedig gyorsan elpucolnak onnan, akkor biztos, hogy nem jó szándék vezérelte őket az idős személyekhez. Úgyhogy én kérnék minden idős nénit, bácsit, hogy legyenek gyanakvóak, ne engedjenek be idegeneket a házba, zárják be a kapukat, és csak a jól ismert személyek legyenek azok, akik bejárhassanak hozzájuk. Közbiztonságról mit tud nekünk elmondani, milyen a város közbiztonsága? Min lehetne még javítani? Most az év végével kapcsolatosan fokozott közszereti jelenlét elrendelésére került sor, amelyre külön intézkedési tervet is készítettünk. Természetesen ilyenkor megnőnek az egyes olyan bűncselekmény típusok, amelyek jellemzőek ezekre az időszakokra. Beszélhetek itt a zseblopásokról, a gépjármű feltörésekről, esetleg még a rablásokról is, illetve az őrizetlenül hagyott házak feltöréséről. Ezeknek a megakadályozása, visszaszorítás, illetve amennyiben bekövetkezik mielőbbi felderítés érdekében fokozott közszereti jelenlét elrendelését vezette be mind a megyei rendőrfőkapitányság, mind pedig a karcagi rendőrkapitányság vonatkozásában elrendeltük. Én arra kérek mindenkit, hogy vigyázzanak az értékeikre, amennyiben jellemzően bevásárlás történik. Az egész család fölkerekedik, kocsiba ül, és felkeresik az egyes nagy áruházakat, bevásárlóhelyeket, piacokat, akkor ne hagyják őrizetlenül a járműben az értékeiket, azt vegyék ki a kocsiból. Az sem jó megoldás, hogy betesszük hátra a csomagtartóba vagy a kesztyűtartóba, és úgy zárjuk be az autót, hiszen lehetnek olyan bűnözők, akik figyelik ezt, és attól ugyanúgy föl fogják törni a járművet, csak éppen nagyon jól tudják, hogy hol lesz az érték. Ha kivesszük és magunknál tartjuk, akkor biztos, hogy sokkal kisebb az esély annak, hogy a járművünket föltörik, és ugye kárt okoznak azzal is, hogy betörik a szélvédőt. A másik fontos dolog, ne hagyjuk őrizetlenül a táskánkat. Ne tegyük le magunk mellé a piacon, amíg arrébb megyünk 10 méterrel. Volt ilyen jogsértés, hogy a néni letette a táskáját, amíg válogatta a krumplit, és egy másik árushoz ment, és mire visszament, már nem volt ott a táskája. Azt tartsuk magunknál, akasszuk a vállunkra, a cipzárt húzzuk be. Szintén a zseblopások megelőzését úgy tudjuk a legkönnyebben kivédeni, ha a belső zsebünkbe tesszük a tárcánkat, nem hagyjuk a külső zsebekben, ahol az elkövető könnyen hozzáfér. Nagy a tömeg, észre se vesszük, lehet tolongás van, és közben kiemelik a tárcánkat. Szintén nagyon fontos az, hogy az ünnepek közelettével sokan elutaznak vidékre, meglátogatják szeretteiket. Gondoskodjunk arról, hogy az őrizetlenül hagyott lakásunkat valaki visszatérően ellenőrizze. Kérjük meg a szomszédot, a rokont, hogy napi, akár többször is reggel este menjen el, nézze meg a lakást, adjunk oda kulcsot, ürítse a postaládát, ne vegyék észre azt az elkövetők, hogy nincs otthon senki, hiszen ezzel potenciális célpontokká válhatunk. Ugye említette, hogy a rendőri jelenlét most nagyobb lesz a városban is, például Karcagon, és közlekedés szempontjából ez mit jelenthet? Az illetékességi területen a közlekedésbiztonsági helyzet javítása érdekében is folyamatos ellenőrzéseket hajtunk végre. Fokozottan ellenőrizzük a sebesség túlépőket, aminek persze nyilván sok mindenki nem örül, de természetesen ez az egyik fő baleseti ok. Szintén ellenőrizzük az ittas gépjárművezetőket, ezeknek a kiszűrésére nagy hangsúlyt fektetünk. Ellenőrzik a rendőreink a passzív biztonsági eszközök betartását, itt gondolok a biztonságövre, gyermekülésre. Kell számolni azzal, hogy a tehergépkocsi vezetők, autóbuszvezetőket is ellenőrzés alá vonják, ellenőrzik azt a rendőrök, hogy a pihenőidőket betartják-e. Nagyon sokszor észlelem én is a városban, illetve a környező településeken, hogy a kerékpárosok nem a közlekedési szabályok betartásával közlekednek. Itt gondolunk, hogy az egyirányú utcában szembe jön velünk, ha autóval megyünk, akkor középen mondjuk szembe jön egy biciklis. Ilyenkor mit lehet tenni? Kinek van igaza? Természetesen, hogyha az egyirányú utcában tábla engedélyezi a kerékpáros forgalmat, a menetirányjal szemben. Tehát ez ki van rakva? Akkor ki kell, hogy legyen ez a tábla rakva, és akkor a kerékpárosnak joga van velünk szembe jönni, hát nem az úttest közepén, hanem a szélén. Amennyiben ilyen nincs, akkor természetesen a kerékpáros az egyirányú utcában
nem közlekedhet. Ez itt Karcagon mondjuk érinti a Kertész József utcát, vagy az áruház előtti szervizutat. Nincs kint ilyen tábla, rendszeresek a közlekedést nem betartó, vagy a közlekedésbiztonsági előírásokat, a kreszt nem betartó biciklisek visszafelé közlekednek. A rendőr amennyiben észleli ezt a jogsértést, természetesen mindenképpen valamilyen szankciót, vagy figyelmeztetést, vagy helyszíni bírságot alkalmazhat. Úgy gondolom, hogy a kollégáim ezt meg is teszik. Természetesen mindig nem lehet ott a rendőr minden egyirányú utcánál, és nem vehet észre minden kerékpáros, de biztos vagyok abban, hogy ilyen esetekben a szükséges intézkedéseket megteszik a kollégáim. Itt van hamarosan az év vége, ugye a szilveszter egyik nagy kérdése a pirotechnikai eszközök használata. Erre vonatkozóan most mi a szabályozás? Ugye az néhány nappal ezelőtt lehetett egy olyan hírt hallani, hogy itt Karcagtól nem olyan messze, szerintem Tiszabőn volt, 1100 petárdát foglaltak le egy helyi lakosnál. Ugye a gyerekek az iskola, a helyi iskola udvarán petárdáztak. Petárda használata továbbra sem engedélyezett. Felhívnám mindenki figyelmét, hogy szabálysértést követel, aki ezt a szabályt megszegi, nem beszélve a baleset veszélyről. Szinte minden évben hallunk leszakadt ujjakról, megsérült szemekről, amit a petárdák okoznak. Az engedélyezett pirotechnikai eszközöket a szilvesztert megelőző három nappal előtte lehet elkezdeni árusítani, illetve vásárolni. Ezeknek a felhasználása pedig 31-én 18 órától január 1-én 6 óráig engedélyezett. A fel nem használt pirotechnikai eszközöket vissza kell szolgáltatni, és a kereskedő köteles azt visszavenni, természetesen nem fog érte fizetni. Itt szintén felhívnám a figyelmet ezeknek a szakszerű használatára szinte. Ezeken a pirotechnikai eszközöken mindegyiken van egy felhasználási utasítás, ezt maradéktalanul be kell tartani, hiszen ezek is komoly balesetveszély forrásai lehetnek. A jövő évre vonatkozóan milyen tervei vannak? Mi az, amin még mondjuk itt Karcagon vagy az illetékességi területen belül erősíteni kellene? Hát a leginkább folytatni fogjuk azt a megkezdett küzdelmet, amit már az idei évben a Szitár Ferenc alezredes úrral közösen kezdtünk. Félnivalója van minden bűnözőnek az illetékességi területünkön, hogy az általa elkövetett bűncselekmény nem marad büntetlenül. Szintén próbáljuk javítani a közlekedésbiztonsági helyzetet. A fokozott rendőri jelenléttel visszább kell szorítanunk a súlyos és könnyebb sérüléssel okozott baleseteket, valamint a halálos balesetek keletkezésének a kialakulásának a lehetőségét. Úgy gondolom, hogy ezzel kapcsolatosan a rendőrségnek vannak eszközei a kezében, vannak eszközök a kezében. Fontos, hogy a rendőrség eleget tegyen azon kötelezettségeinek, hogy biztosítsa a gyülekezési jogról szóló törvényben meghatározott rendezvények, illetve azon rendezvények, amelyek nem tartoznak ezen törvény hatája alá, zavarmentes lebonyolítását. Ezek a rendezvények jellemzőek a területünkre, például, ha itt megemlítem a kenderesi horti rendezvényt, illetve az egyéb olyan rendezvényeket, amik jellemzőek a területünkre. Biztosítanunk kell továbbá megfelelő színvonalon azokat a nagy rendezvényeket, birkafőző fesztivál, disznótoros fesztivál, Szentgyörgynapi fesztivál, illetve Kunhegyes területén is vannak egyéb ilyen rendezvényeink, amelyek ugye évtizedek óta, most már lassan lehet azt mondani, hogy évtizedek óta jellemzőek ezekre a településekre. Úgy gondolom, hogy ezeknek a kihívásoknak ebben az esztendőben megfeleltünk, és legalább ilyen színvonalon kell ezt a jövő évben is végrehajtanunk. Mit kíván a jövő évre? Ilyenkor évvégén mindig megkérdezzük riportalanyainkat. Hát én a rendőrség, a rendőrkapitányság nevébe békés, nyugodt ünnepeket kívánok. Kívánom azt, hogy mindenki épségben érjen haza szeretteihez, illetve a családjához, a közlekedés során semmilyen baleset ne történjen, és hát nyilván boldog új esztendőt kívánok,
és minél kevesebb jogsértést. Köszönöm, hogy itt volt nálunk, kellemes ünnepeket kívánunk, és boldog új esztendőt, és visszavárjuk egy következő interjúra. Köszönöm. Én is köszönöm a meghívást, viszontlátásra. Kedves nézőink, mára megköszönöm figyelmüket. Kedves nézőink, mára megköszönöm megtisztelő figyelmüket, írjanak nekünk, vagy hívjanak bennünket. Egy rövid reklám után folytatódik a Karcag Televízió adása. Áldott békés karácsonyt kívánunk mindenkinek. A jövő heti viszontlátásra!